Hello, hello, sziasztok, remélem jól vagytok. Megint itt vagyok a medencében, és most csinálok egy új francia leckét, megint a szakmákkal. Szóval új szakmákat fogunk tanulni. Például a mérnök, l'ingénieur, ingénieur, ingénieur, az a mérnök. A tolmács, azaz interprète, interprète, interprète. Vagy úgy is lehet mondani a tolmácsot, hogy traducteur a férfiaknak, traducteur, traducteur, és a nőknek pedig traductrice, traductrice, traductrice. Szóval kétféleképpen lehet mondani, vagy interprète, vagy traducteur, és a traducteur, ha nőről van szó, akkor lesz traductrice. A kertész, az a jardinier, 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 kertész. És a kertet úgy kell mondani, hogy jardin, jardin. Jardin, az a kert. A tanár, az lehet enseignant, 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 vagy lehet instituteur, 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 vagy lehet prof, az a rövid szó, amit használunk, a professzor szó helyett, szóval azt is lehet mondani tulajdonképpen, de inkább úgy szoktuk mondani, hogy prof. Professzor. Prof. De mondjuk az instituteurnek is azt szoktuk mondani, hogy instit. 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 Szóval ez mind a három tanár. Szóval enseignant, professzor vagy instituteur. Enseignant, prof, instit. A szerelő lenne a mécanicien. 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 Szerelő. Mécanicien. A katona az a militaire. 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 Az a katona. A bíró le juge. Le juge, le juge, a bíró. És tanuljunk egy utolsót, a festő, az a peintre. Peintre, az a festő, peintre. És a festék, az a peinture. Peinture, peinture, festék. Remélem, hogy a mai lecke is tetszett. És nem sokára találkozunk egy másik francia leckén. Sziasztok!